30 ezer maszka védekezésben segít a város. Borvidéki gondok, hiányzik a csapadék és visszaesett a borértékesítés. Karanténkoncert Abasáron, Molnár Dani énekelt az idősebbnek. Jó estét kívánok, április 29-e van, ez pedig az aktuális. Holnaptól ismét fogadja a Dobóti óvoda és bölcsöde a kisgyermekeket. Ha igény lesz rá, fokozatosan több intézményt is megnyit a város, jelentette be Hisz György. A polgármester hozzátette, bár várhatóan hamarosan oldódik a szigorítás országosan, óvaint mindenkit a túlzott lazítástól, hiszen megnő a személyes találkozások száma, így a fertőzötteké is megugorhat. A megfelelő védekezés érdekében összesen 30 ezer maszkot juttatnak el a körzeti képviselők a háztartásokba. A kormány döntése értelmében április 30-ától, vagyis holnaptól kötelező lesz óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítani a városoknak. Gyögyösön első körben a Dobóúti óvoda és bölcsőde fogadja a gyermekeket teljes ellátással reggel 6 órától este 6 óráig. Maximum 5, azaz 5 fő lehet egy csoportba, tehát igyekszünk még a szigorú eljárásokat betartani. Amennyiben tömeges igény mutatkozik további bölcsődei vagy óvodai férőhelyek nyitására, akkor természetesen fokozatosan meg fogjuk nyitni a többi óvodát, bölcsödét is. Hisz György arról is beszámolt, hogy összesen 30 ezer darab szájmaszkot juttatnak el a körzeti képviselők segítségével jövő héten a háztartásokba, mindenhova 2 darabot, hogy ezzel is segítsék a megfelelő védekezést. 20 ezer darabot Gyöngyös kínai testvérváros ajánlott fel, 10 ezer darabot az önkormányzat saját forrásból vásárolt. A polgármester, mint elmondta, a szigorú intézkedésekkel ért egyet, így ha lehetőséget kap rá, ezen a hétvégén is elrendel korlátozásokat a város közigazgatási területén. Mivel a kormány a jövő héttől lassan feloldja a korábbi szigorításokat, munkahelyek, üzletek nyitnak ki, cégek kezdhetik újra a termelést, többen mehetnek dolgozni, így megnő majd a személyes találkozások száma, ezzel pedig a megfertőződés veszélye is. Hisz György azonban azt kéri, továbbra is legyünk elővigyázatosak. Egyre több ember fog egymással találkozni, főleg a középgenerációk, az aktív munkavállalók, illetve a fiatalok. Én kérek mindenkit, az a áldozatos 2 hónap, amit otthon, lakásban, 4 fal között, karanténba töltöttünk, ne legyen semmivé. A vírus itt van, ha ez elszabadul, akkor tömeges fertőzések várhatók. A polgármester azt mondta, bár a vírusnak eddig nincs gyöngyösi áldozata, ez nem jelenti azt, hogy nem is lesz. Továbbra is kéri lehetőség szerint a maszk használatát, valamint felhívja a figyelmet a gyakori kézmosásra és fertőtlenítésre. Április 30-án tartották volna a soron következő testületi ülést, azonban a veszélyhelyzet felülírta ezt. Jelenleg törvényi felhatalmazás alapján a városvezetők hozhatnak döntéseket. Városunk polgármestere Hisz György azonban úgy döntött, továbbra is kikéri a frakcióvezetők, képviselők véleményét. Döntés előtt című műsorunkban a frakcióvezetők a gyöngyösi veszélyhelyzetről, a költségvetési jövőbeli változásairól és a jelenleg futó fejlesztésekről beszélgettek. A koronavírus okozta veszélyhelyzet mindenki számára nehéz időszak, számos korlátozó döntés született a lakosság védelme érdekében. Döntés előtt című műsorunk első részében a frakcióvezetők a gyöngyösi tapasztalatokról számoltak be. Vég Attila szerint az emberek zöme betartja az önkormányzat és a kormány által hozott döntéseket, főként a hétvégi korlátozások kapcsán, azonban még most is sok olyan lakos van, akinél nincs megfelelő védőfelszerelés, ezért is igyekeznek mindannyian valamilyen módon segíteni. Faragó Tamás elmondta, hogy Mátrafüreden is végeztek fertőtlenítést a forgalmasabb területeken. Mi is, de a többi frakciót is tudom, hogy mindenki osztott maszkot, mi osztottunk kesztyűt, maszkot, és folyamatosan szeretnénk a lakosság számára ezt biztosítani, amennyit ugye be tudunk szerezni, korlátoltak ugye a lehetőségek, de úgy tudom, hogy érkezni fognak amúgy is maszkok Gyöngyösre, tehát a lakosság fog maszkot kapni. Kis Tivadar hozzátette, hogy jelenleg allergiásoknak gyártanak maszkot, hívásokat fogadnak, valamint a Kékes Kutatómentő Alapítvány is segít a lakóknak a bevásárlásban. A frakcióvezetők továbbá a költségvetés helyzetéről számoltak be. Ami nagy kiesés jelent az önkormányzatnak, az a gépjárműadó elvonása, a parkolás ingyenes sététele, az idegenforgalmi adóbevétel és az iparűzési adó visszaesése. Ami pozitívum, hogy adósságszolgálatot, ami nekünk még van a Gyöngyös, tehát a sportcsarnok után, illetve a strand után, ott minket is érint a fizetési moratórium, aminek majd
jövőre, illetve azt már meg kell egyszer fizetni, de feltétlenül nem ezt az évet érinti, tehát igazából nem látjuk még erről, nem kaptunk tájékoztatást, hogy mennyire fogja megsínyleni a költségvetésünk ezt a veszélyhelyzetet, de vélhetően megfogja. Úgy vélik, hogy nehéz megjósolni a jelenlegi helyzetből, hogy miként alakul idén vagy jövőre a költségvetés, de úgy vélik, hogy az uniós pályázatoktól kezdve a körzetek fejlesztésén át az egyéb feladatokig mindent hiánymentesen tudnak majd elvégezni egy takarékos gazdálkodás mellett. A nehéz időszak ellenére néhány projekt már el is indult, többek között a kátyúzás és a Petőfi utcai beruházás is. Én úgy gondolom, hogy ha eleve hosszú szakaszt vontak ki a forgalomból, szerintem a fele is elég lett volna, és ha tudtuk volna, hogy ilyen tempóban haladnak, akkor lényegesen kisebb szakasz is elég lett volna, bár látom, hogy szivattyúznak, csöveznek, visszatöltenek, de szerintem is nagyon lassan halad a beruházás, és tényleg így van, most senki, alig járnak arra emberek, tehát most kellene jól megnyomni a munkát, és akkor nem okozna olyan nagy problémát a városnak. A műsorban többek között az is kiderült, hogy csütörtökön születik döntés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak emeléséről is, amit ha elfogadnak, csak a veszélyhelyzet lecsengése után vezetnek be. A frakcióvezetők továbbra is arra kérik a lakosokat, hogy vegyék komolyan a veszélyhelyzetet, és tartsák be az óvintézkedéseket, hogy városunk minél hamarabb talpra tudjon állni ebből a helyzetből, és így remélhetőleg hamarosan enyhíteni lehet a korlátozásokon. Már a szőlőnek is hiányzik a csapadék a mátrai borvidéken. Nagy a szárazság, és ez nehézséget okoz a telepítések során is. Az ágazat nehéz helyzetbe került a koronavírus járvány miatt, hiszen a turizmus és az éttermek forgalmának visszaesése a borértékesítést is nehezíti. Zöld a határ, levélbe borultak az ültetvények, hajtanak a szőlők. Már permeteznek és javában tartanak a zöld munkák, kezdődnek a hajtásválogatások, tudtuk meg a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökétől. Kovács Zita azt mondja, nagy baj még nincs, de már nagyon kellene az eső. A csapadékra nagyon nagy szükség van, nagyon nagy szárazság van, és a növény most már nagyon igényelni. Főleg arról nem is beszélve, hogy elindultak azért az olyan típusú munkák is kint az ültetvényeken, mint a telepítések, amik ugye szintén most nagy nehézséget okoz ebben a szárazságban. A telepítések száma jelentősen visszaesett az elmúlt évekhez képest, de örömteli az elnök szerint, hogy még mindig vannak olyan vállalkozó szellemű gazdák többen is, akik látnak perspektívát ebben az ágazatban. Pedig a jelenlegi koronavírus járvány miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek a gazdák és a borászok egyaránt. A szőlőben elvégzendő munkák, amihez élő munkaerőre van szükség, jelenti az első problémát. Ugye a munkaerővel eddig is voltak problémák, hogy nem volt elegendő munkaerő. Most azért elég nehéz anyagi helyzetbe került az ágazat és az ágazat szereplői. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen költségekbe verik magukat egyelőre ebbe a kilátástalan állapotban. A borászoknál pedig el tudjuk azt mondani, ugye, hogy a gasztroágazat kiesésével szintén egy nagyon jelentős értékesítési csatorna tűnt meg. Az idei terméskilátásokról még korai lenne bármit is mondani a szakember szerint. Virágzás után látható, hogy milyen lesz a szőlőtermés mennyisége és minősége. Sok esetben csak papír alapon tudnak tanulni azok a diákok, akiknek otthon nincs saját számítógépük és internet kapcsolatuk. Az iskolák igyekeznek minden gyermek számára biztosítani eszközöket, azonban sokszor ez nem elég, és akik a mindennapokban ingerszegényebb környezetben élnek, azoknak több segítség kell. Béres Tibor roma integrációval foglalkozó szakember szerint ezeknek a gyerekeknek nem csak a technikai hátteret kell biztosítani, hanem sok esetben lelki támogatásra is szükségük van. Éppen papírlapon viszik a leckét a helyi polgárőrök ahhoz a házhoz, ahol nincs megfelelő informatikai eszköz. A veszélyhelyzet alatt az intézmények igyekeznek minden gyermek számára biztosítani a tanuláshoz szükséges eszközöket, azonban Béres Tibor, roma integrációval foglalkozó szakember szerint azoknak a gyermekeknek, akik ingerszegényebb környezetben élnek, nekik nem csak a technikai hátteret kell biztosítani. Tibor egyébként a helyi roma fiatalokból álló Digfillán futócsapat vezetője is, most azonban elsősorban nem a futásra, hanem a gyermekek tanulására koncentrál. Azt mondja, néhány fiatal még próbálkozik a tanulással, azonban sok esetben feladják. Ilyenkor szükségük van lelki támogatásukra. Ez az egyik kategória, akik igyekeznek és megcsinálják legalábbis offline a feladatokat, és visszajuttatják valamilyen úton módon. Ebbe próbálunk segítséget nyújtani a mellátásokkal. A következő kategória, akik tudják, hogy van egy ilyen kötelezettség, de egyszerűen feladták. Nem értik ezt az egészet. Nagyon komoly problémáik vannak
a helyzet értelmezésével, de a feladatok értelmezésével is. Itt most már azt csináljuk, hogy éppen most indítjuk, hogy akinek kell, annak biztosítunk laptopot, illetve telefont. A szakember elárulta, hogy hamarosan tanulássegítő mentorok igyekeznek a gyermekeknek egyfajta irányt mutatni, és a helyes úton tartani őket a veszélyhelyzet alatt is. Emellett folytatják a tanuláshoz szükséges eszközök biztosítását. 8 önkéntes tanulássegítő mentor jelentkezett, akiknek kettős feladatuk lesz. Az egyik a gyerekeknek a sínen tartása, tehát azt mondogatni, hogy csináld, vedd el, nézzük át ezt a leckét, és hát nagyon konkrét tanulássegítés is lesz, tehát tantárgyi segítést is fognak ezek a mentorok nyújtani, de hát azért a motiválás lesz a legfontosabb feladatuk azért akárhogy is. Béres Tibor elmondta, ezeknek a gyerekeknek sokszor az iskola jelenti az állandóságot az életben, így ennek hiányában most a korábbinál is több figyelmet igényelnek. Hozzátette, amennyiben valaki szeretne tanulássegítő mentor lenni, vagy akár az oktatáshoz szükséges eszközt tud biztosítani, annak jelentkezését szívesen fogadják. Tegnapi híradónkban beszámoltunk egy gyors éttermi lánc gyöngyösi üzletének felajánlásáról. A menü kiszállítását a Bugatpál kórház dolgozóinak Nagy László végzi, akiről tévesen állítottuk, hogy taxis. Ezzel szemben a segítségnyújtást a Mi Hazánk Mozgalom választókerületi elnökeként, a gyöngyösi szervezet és saját felajánlásaként végzi. Molnár Dániel a Sztárban sztár leszek és a dal volt versenyzői adott koncertet az Abasári Idősek Otthona udvarán. A helyi származású művész ötlete volt, hogy ezzel szeretne kedveskedni a lassan már 6 hete karanténban lévő lakóknak és az otthon munkatársainak. Rögtönzött kültéri koncerttel lepte meg az abasári időseket és ápolókat Molnár Dániel, aki egy mozgó színpadon a szabályokat betartva igyekezett jókedvet és vidámságot varázsolni a karantén ideje alatt. Pesten láttam egy nagyon pozitív példát, és úgy gondoltam, hogy ha ott meg lehet csinálni, akkor itthon én miért ne tudnám megcsinálni. És mivel szerencsére a hátam mögött áll egy rendezvénytechnikai cég, ezért nem kellett sokat gondolkodni a kivitelezésen sem. Molnár Dániel a feldolgozások mellett előadta az Ábrán című saját szerzeményét is, amit Horváth Tamással közösen szereztek, és amit a dal 2020 legjobb 30 dala közé választottak. Csak egy perc, egy pillanat, nem illanna el, ez egy ábrán, mert nem élhetem át. Az időseknek nagy meglepetés volt a koncert. Voltak, akik az ablakból, és voltak, akik az erkéről hallgatták a fiatal abasári énekest. A karanténhelyzetet mi sokkal hamarabb elrendeltük, mint ahogy államilag a veszélyhelyzetet kihirdették. Így, ahogy említettem, már a 6. hete ők szegények már bent vannak. Nekik ez gondolom nagy meglepetés, ugyanúgy, mint nekünk is. Az ő felkérését nagyon-nagyon megköszöntük, és... megtisztelő, hogy ő úgy gondolta, ez egy saját elhatározása volt, úgy kereste meg az intézményünk vezetőjét, az intézmény vezetőjével egyeztettünk ezzel kapcsolatosan, hogy a biztonsági protokoll természetesen betartva ez a koncert megvalósulhasson. A hétvégére Abasáron is lezárták a turisztikailag látogatott helyeket, mint például a Sárhegy és a Szent Anna tó környéke. Valószínűleg ez a korlátozás a következő hetekben is maradni fog. A koncertturné ezzel nem ér véget. A következő állomás Gyöngyösön lesz, ahol pénteken 3 helyszínen fog énekelni az abasári énekes. Tisztelt sportbarátok! Dr. Fejes András életének 74. évében távozott közülünk. Személyében egy olyan embert veszítettünk el, aki mindannyiunk lelkének, életének része volt. Most, mikor róla beszélünk, rágondolunk, ezünkbe jutnak a közös pillanatok. Egy találkozás, egy beszélgetés, vagy épp csak egy mosoly, egy ölelés. Most azonban fájdalommal vesszük tudomásul, hogy valami megváltozott. Dr. Fejes András 1946. március 12-én született Gyöngyösön. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, kiváló diákként és nagy sikerekre esélyes sportolóként. Évtizedekig tartotta az országos serdülő kalapácsvető csúcsot. 17 évesen balesetet szenvedett, és kerekesszékbe kényszerült. Az ausztriai rehabilitáció során ismerkedett meg a mozgássérültek sportjával, és így tovább folytathatta sportpályafutását. Első eredményeit asztali teniszben szerezte, 1966-ban európai első, majd a világbajnokságon
harmadik helyezést szerzett. 1967-ben Európa-bajnokságon és világbajnokságban egyéniben és párosban is első lett. A 70-es években a világ legjobb parasportolói közé tartozott. 5-ször nyert Európa-bajnokságot, 2-szeres világbajnok. 1972-ben Heidelbergben megszerezte hazánk első paraolimpiai érmét, saját költségén állami támogatás nélkül jutva ki a világversenyre. Sok éven át volt a Bogát Park Kórház klinikai szakpszichológusa, majd 2002-től magánpszichológusként folytatta munkáját. 10 éven át volt a Nemzetközi Rokkant Szövetség elnökségi tagja. 2003-ban megkapta a Pro Civitate Gyöngyösváros díszpolgára címet, 2014-ben sportpályafutásának erekjéit és tudományos publikációit, kitüntetéseit szülővárosának ajándékozta. Róla nevezték el a gyöngyösi Dr. Fejes András sport- és rendezvénycsarnokot. Furcsa, hogy van a Hugai pavilon, van a Pampuk sarok, van a zsidó templom, meg van a Fejes András sportcsarnok. Úgyhogy ez furcsa nekem. Az őt szeretők nyitott, érdeklődő, barátságos személyiségnek ismerték, aki szívesen töltötte idejét családja és barátai társaságában. A sport iránt aktív éveit követően is élénken érdeklődött, főképp az atlétika és a kézilabda voltak kedvesek számára. Életének utolsó éveit beárnyékolta egészségügyi állapotának romlása, mely az utóbbi időben igazán próbára tette lelki erejét, míg végül a sors elhozta számára az utolsó percet, 2020. április 13-án a földi lét terheit végleg maga mögött hagyván örökre lezárta szemeit. Dr. Fejes András, nyugodj békében! Első körben várhatóan a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárvatartó boltok nyithatnak újra a májustól esedékes enyhítési folyamat során, írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, a nagyobb méretű iparcikk üzletek, a boltláncok tipikusan plázákban lévő egységei, vagy például a jelentősebb bútor és sportszeráruházak is a hónap második felére vagy végére juthatnak újra hozzá a teljes üzemelés lehetőségéhez, attól függően, miképp alakul a járvány tetőzése utáni egészségügyi helyzet. Április 15-ig kérhették az SZIA bevallási tervezetük postázását azok, akiknek nincsen ügyfélkapus regisztrációjuk. A telefonos, a postai, a netes és a személyes igényléssel több mint 300 000-en éltek. A tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan postázza az igénylőknek. Akik egyetértenek a postán kapott tervezettel és kiegészítő nyilatkozatot nem kaptak, nem kell tenniük semmit, a tervezetből automatikusan bevallás lesz. És most az aktuális végén főbb híreink még egyszer röviden. Harmincezer maszk a védekezésben segít a város. Borvidéki gondok, hiányzik a csapadék és visszaesett a borértékesítés. Karanténkoncert Tabasáron, Molnár Dani énekelt az időseknek. Ez volt az aktuális április 29-én, híreinket visszanézhetik a televízió weblapján. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!